Így beszélt a jószívű és bölcs Vízi Rózsa, és Szille nagyon szépen megköszönte neki az ígéretet, amit tett, és ő is megígérte, hogy nem csinál semmi bajt a tó lakói közt. És már nem is sírt olyan nagyon, de azért még mindig sírt egy kicsit. És akkor megszólalt a nádas is, aki szintén egy különös jószívű nádas volt, és sajnálta nagyon Szillét, és azt mondta: ígéretet teszek neked én is, hogyha jól viseled magad, valahányszor csak akarod, és felemeled a jobb kezedet, és ezzel jelt adsz nekem, én elindítom a legcsendesebbik szellőt, amit a szolgálatomban tartok, és muzsikálni fog neked mindaddig, amíg akarod. Én ezt teszem érted a mai naptól kezdve, örökkön örökkédig. Így beszélt a nádas, és ebből is láthatod, hogy milyen jó szívű nádas lehetett. Szille pedig megköszönte szépen, és már alig-alig sírt. Most már Szille is mosolygott, és elfoglalta helyét a Vízi Rózsa virágjában. És nagyon tetszett neki ez az új játék. De megálljunk csak, mondta, és a béka felé fordult, aki egy nagy zöld levélen ült, és elég ostobán nézett maga elé, mivel a békák általában elég ostobák. Megálljunk csak, mondta még egyszer, és a tücsökre nézett, aki kint ült a parton, és figyelt, hogy mi lesz, mivel a tücskök mindig olyan figyelő természetűek. Ti ketten mit tesztek érettem? Muzsikálunk neked, mondották azok egyszerre. Egyebet nem tudunk csinálni. Na jó, beleegyezem, felelte Szille, és kacagott, mert tetszett neki a saját okossága. Így most már muzsikusom van elég. De veletek mi lesz? Kérdezte, és a halak felé fordult. Ti mit tesztek érettem? Mi mindent megteszünk, amit parancsolsz, felelték a halak. Rendben van, felelte Szille, és ebben a percben meglátott egy nagy, tarka éjjeli pillangót, amint mézet szedett az egyik liliumból. És te mondd csak, mit akarsz tenni értem? A pillangó egy kicsit meglepődött, mert egyébként jó indulatú volt, és ostoba hamar így felelt. Én mézet gyűjtök neked, amikor akarod. Rendben van ez is, kacagott Szille boldogan, és egészen elnyújtózott a Vízi Rózsában. Most már nincs is szükségem semmire. Aludni akarok. A Vízi Rózsa már kezdett becsukódni, és ekkor megszólalt még valaki a part közelében, és ez nem volt más, mint a kígyó, aki a legravaszabb volt, és egyúttal a legtökéletlenebb valamennyi állat között. És ezt mondta. Valóban nagyon okos vagy, te tündér, és nagyon hasznos ígéreteket tettek neked a többiek. De én még nem tettem neked semmiféle ígéretet, és én is vagyok olyan okos, mint te. De lehet, hogy okosabb. Te nekem nem ígérhetsz olyasmit, amiből hasznom lehetne, és így én sem ígérek neked semmit. Lehet, hogy jó barátok leszünk, és lehet, hogy ellenségek leszünk, de nekem ez egészen mindegy lesz. Így beszélt a kígyó, aki ott feküdt összegöngyölödve a parton. És mielőtt Szille válaszolhatott volna neki, megszólalt a hold is, aki éppen akkor jött föl az égre, és mindent hallott, és azt mondta. Én nem tudom, hogy a többiek mit ígértek neked, és mit nem, kicsi tündér, csak azt hallottam, amit a kígyó mondott, és ez a beszéd alattomos beszéd volt, és nekem semmiképpen sem tetszett. Ha pedig már valamennyien ígéretet tettek neked, csak éppen a kígyó nem, akkor ígéretet teszek neked én is. Ha őrködni fogsz a tó békessége fölött, akkor abban a pillanatban, hogy engem meglátsz, ha akarod, varázslatot tehetsz. Én ezt teszem éretted örökkön örökkétig. A kicsi tündér pedig, aki már nagyon álmos volt, még egyszer felnyitotta a szemeit, és megköszönte a holdnak, amit értetett.
Aztán ezt mondotta. Őrködni fogok a tó békessége fölött, és ha akarom, muzsikát hallgatok, és ha akarom, parancsolok a halaknak, és ha akarom, mézet eszem, és ha akarom, varázslatot csinálok, a kígyóra pedig nincs semmi szükségem. Azzal behunyta a szemeit, és elaludt. Attól a naptól kezdve Szille sohasem tért vissza a tó király palotájába. Attól a naptól kezdve mind a mai napig járta a kosztrus a tó iszapos fenekét, hogy megtalálja a barlang nyílását, ahol visszamehessenek. De nem találhatja meg, mert annak olyan a titka, hogy ne lehessen megtalálni. A tó király pedig bent ül a nagy föld alatti tó partján épült palotájában, és búsul a lánya után. Hosszú hénár szakállát belógatja a tóba, és a halakra nagyon haragszik, amiért akad közöttük olyan, aki elárulta Szillének a barlang nyílását. És ő is varázslatot csinált, mert ő is tud varázslatot csinálni. Nagy, hosszú varázslat volt, majdnem olyan hosszú, mint a hínár szakál, mely átér a tó másik végéig. 7 nap, 7 éjjel könyökölt a király az ablakban, nézte a nagy kék tó vizét, és a nagy kék tó vizében a halakat, és csinálta a varázslatot. És olyan erős varázslatot csinált haragjában, hogy attól a naptól kezdve mind a mai napig némák a halak, és nem tudnak beszélni többet. Bizony, ha nem hiszed, keresd meg egy halat a tóban, és kérdezd meg tőle magától.